arra kell odafigyelni a kezdő lábozati sín rögzítésénél, hogy a két alumínium profil között mindig maradjon 1-2 mm hézag, hogy az alumínium profil tudjon dolgozni. Melegben az alumínium kidagad, hidegben összehúzódik. A másik fontos tényező pedig az, hogy minden 25 és 30 centibe legyen rögzítve a kezdősín az adott falhoz. Üdvözlök mindenkit! Egy újabb építkezés vlog videó következik, és ebben a vlog videóban a kezdősín rögzítéséről lesz szó. Megfordítom a kamerát. 2-3 tényezőt fogok felsorolni ebbe a videóba, amire nagyon oda kell figyelni a kezdősín rögzítésénél. Az egyik fontos tényező az, hogy minden 20-25 centibe legyen rögzítve a kezdősín a falhoz. Ez az egyik. A másik fontos tényező pedig az, hogy a kezdősín között mindig hagyjatok el ilyen 1-2 mm hézagot. És azért kell kezdősínek között elhagyni ilyen 1-2 mm hézagot, mert az alumínium nyáron kidagad, télen összehúzódik, és hogyha nincsen 1-2 mm tolerancia a két kezdősín között, akkor ilyen részen mindig ki fog repedni a falatok. A harmadik fontos tényező pedig az, nagyon fontos, hogy a vezető profilra egy ilyen műanyag élvédőt rögzítsünk. Ez egy speciális élvédő, és kimondottan csak a vezető profilra lehet rögzíteni. És azért kell ezt az élvédőt használni, mert ilyen részen a falatok soha az életben nem fog kirepedni, és nem fog a falnak az aljáról lepattogzódni a nemes vakolat. Úgyhogy ennek az élvédőnek tehát ezt az élvédőt ne sporoljátok el az élvédőnek az árát, mert ez az élvédő nagyon fontos. Enélkül is le lehet szigetelni a falat, enélkül is le lehet hálózni a falat, de ennek az élvédőnek a segítségével a falnak az alja mindig nyílegyenes fog lenni, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy ilyen tájon kirepedezzen a falatok, vagy feltáskásodjon a nemes vakolat. Így ennyit szerettem volna mondani a kezdősín rögzítéséről. Lájkoljátok a videómat, és írjátok le a komment szekcióba, nektek mi a véleményetek erről a videóról, és a kezdősín rögzítéséről. Sziasztok!